Nyilván találkoztak vele, arról szólt minden tegnap, hogy várhatóan tegnap jelentik be, hogy megvásárolta a Mészáros Lőrinchez közel álló egyik cég, a MediaWorks-et, amelyik a Népszabadság korábbi kiadója volt. Hát még most is hivatalosan az csak éppen Népszabadság nincsen. Na nem jelentettek be semmit, sem ezt, sem mást. Jelent-e ez valamit, vagy hogy vannak ezek a dolgok? Bajer Judit majd segít nekünk ebben eligazodni, kezét csókolom. Ja, média jogászt hívtunk, hát ha jogi kérdés is ez, és nem csupán csak média kérdés. Hogy látja, jogi vagy média kérdés, ami itt zajlik, ha már ebben így belekaptam? Hát én ezt alkotmányjogi kérdésnek látom, tehát a szólásszabadság követelménye, a pluralizmus és a szólásszabadság követelménye van itt éppen sérülőben. Hát ez egy folyamat, amit amiben egyelőre nem láthatunk tisztán, hiszen ez csak homályos feltételezések. Kérdés, ami egyúttal egy cég belső ügye, ha úgy tetszik, hát hiszen, hogyha ez egy cipőfelső rész készítő üzem, ott is be lehet zárni az egyik üzemegységet, mondván, hogy nekem ez nem hát éri igen, meg. A média, hogy lehet még akkor sem, a média még akkor sem cipőfelső rész készítés, hogyha ez tényleg egy cég a saját belső ügye. De azért kérdem, jogászként, hogy látja, hogy lehet ebbe beleszólni, hogy lehet ebbe kívülről beavatkozni, mondjuk a MediaWorks ne zárjon be valamit, amit be akar zárni. Abban nem, az a baj, hogy bele van avatkozva. Tehát én inkább azt mondom, nem kellene kívülről beleavatkozni, és hogy képmutatás az az állítás, hogy ez a MediaWorks-nek a saját belügye lenne. Tehát, hogy ez egy magángazdaságnak, vállalkozásnak a racionális gazdasági döntése. Mert mi egymás közt a sajtóban hát persze arról beszélünk, hogy nyilván igen. Valakik valamit tettek azért. Az igazság, hogy ahogy ez történt, ez a bezárás, az logikai úton kizárja azt, hogy ez egy racionális gazdasági döntés lett volna. Hiszen mindenki tudja, aki már életében mondjuk egy buszbérletet megvett, hogy nem lehet évközben, meg hóközben lezárni egy ügyet. Tehát az, ahogyan a Népszabadság működését félbeszakították, azzal együtt, hogy a honlap hozzáférhetőségét megszüntették, az valójában egy nagyon költséges akció a tulajdonos számára, hiszen azért az újságírók bérét még ki kell fizetni, az előfizetőket kártalanítani kell, a rezsit továbbra is fizetni kell, és a honlap fenntartási költsége, hiszen az most is ott megvan, tehát az továbbra is csak egy nem költség, hát nem persze. Elérhető a honlap, holott a honlap elérése, ugye az a hatalmas adatbázis, ami a Népszabadság több mint, nem tudom, 10 éves működése alatt ott felhalmozott, elérhetetlenné vált, pedig biztos, hogy elég nagy bevételt generált volna a reklám, a honlapon megjelenő reklámok révén, hiszen az utóbbi hetekben szerintem nagyon sokan rákerestek a Népszabadság honlapjára, és biztos, hogy még nagyobb lett volna az érdeklődés. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy archívum, egy honlap archívuma, amit éppen nem töltenek, és személyi munkát nem fektetnek bele, az csak hozza a pénzt, hogyha nem is olyan hatalmas összegről van szó, de a reklámbevételek, amik el vannak, a bannerek el vannak helyezve rajta, azok végül is bevételt. Ugye, hát azt számolták, hogy az lett volna viszonylag még egy logikus döntés, hogyha egyáltalán a pénzügyi logikát elfogadjuk-e mögött egy pillanatig is, hogy mondjuk megszűnik a print média, mondván, hogy az veszteséget termel, és megmarad az online, mert azt lehet nyereségesen működtetni, hiszen az ország egyik legfontosabb portálja. Hát, hogyha egy kicsit közelebbről is megnézzük, akkor azért szerintem azon is érdemes elgondolkozni, hogy a Népszabadság azért a legnagyobb példányszámú magyar napilap volt, és még a mostani példányszáma is jóval több, mint a magyar nemzetnek fénykorában volt. Tehát ez egy picit gondolkozunk. És több mint tízszeresen, mint a magyar időké. Csak és mindezt úgy, hogy állami hirdetések. Hát a magyar idő példányszámát úgy tudom, nem is tudjuk, mert nincsen publikálva. Hát azt mondják, hogy ilyen 3-3 és fél ezer példányban fogy, de hát ez nem egy hivatalos adat. Az állami szervek a megrendelőik. Tehát és mindezt a Népszabadság teljesen állami források nélkül valósította meg, tehát azt mondani, hogy nem volt rentábilis, azért hazugság, mert végül is Magyarországon nem nagyon vannak rentábilis nyomtatott lapok, a napi lappiacon, na jó, a bulvárlapok lehet, de a politikai lappiacon nagyon nehéz ma a nyomtatott sajtónak a helyzete. Tehát 2015-es adatokat megnézzük, a Pew Report szerint globálisan 7-10% között csökkent minden nyomtatott lap, vagy átlagos példányszáma. És visszatérve a magyar fókuszra, a jobboldali médiát a kormány jövedelmező állami hirdetésekkel tartja el. Tehát rendkívül cinikus Lázár Jánosnak az a nyilatkozata, hogy a Népszabadság nem volt. Pillanatra hagyjuk magunkat hülyének nézni, mert néha az nem rossz játék. Ugye semmi köze a kormánynak, senki nem telefonált, senki nem kért semmit, senkinek nem ígért semmit. Mondják.
Majd jön Mészáros Lőrinc, és a hozzá közel álló cég, ha jön, ugye ezt sem tudjuk, de most már olyan hírek is vannak, hogy hónapok óta opciós szerződés által, voltak éppen, ha akarja, akkor az övé a Mediaworks, eddig nem akarta, de ezek a hónapok alatt a Mediaworks megszerezte a vidéki napilapok piacát. Tehát fel lett ez tőkésítve ez a cég, ami alatt neki opciós szerződése volt. Kibújik a szög a zsákból, hogyha a Mészáros Lőrinchez közeli cég most lehívja ezt az opciós jogát, és hirtelen az övé minden? Hát persze, természetesen igen. Miért érdeke ez a kormánynak? Miért érdeke ez a kormánynak? Hát mert szeretné megszerezni a magyar. Na de magára húzza bizonyíthatóan azt, amivel idáig csak gyanúsítják, de mindig kibújt alól. Ezután is meg fog próbálni kibújni alól. Tehát egyébként azt én sem értem, hogy mit akar elérni Orbán Viktor Európa közepén, mert ez a lépés már nagyon annyira hasonlóvá teszi Magyarországot egy totális diktatúrához, hogy már nagyon, nagyon keresni kell a különbségeket. Tehát akkor, amikor a nyomtatott sajtópiac túlnyomó része tulajdonképpen Fidesz közeli kézbe kerül, akkor tényleg nem beszélhetünk demokratikus nyilvánosságról. Tehát tulajdonképpen csak az online média marad szabad, de most már ugye a Fidesz oda is megpróbált beférkőzni, több mérsékelt sikerrel, és ez a mondjuk az észak-afrikai országokra jellemző. Tehát nem tudom, hogy mi a jó ebben Orbán Viktornak, de valószínűleg az, hogy a tájékoztatás monopóliumát birtokolni fogja. De a tájékoztatás monopóliumát az internetes világban már nem lehet birtokolni. De nagyon sokan még nem az internetről tájékozódnak. Médiák már pedig vannak, azokat nem lehet kontrollálni. Hát nem mindenki onnan tájékozódik. Tehát most is sok ember van, aki, hát láttuk a népszavazás eredményeit is, tehát azért 40% az elég sok szerintem, akik a kormány politikájával szimpatizálnak, azt elfogadják, és mozgósíthatóak. Tehát nagy mértékben sikeres ez a média politikája. Mert szerintem egyébként Orbán Viktornak ez egy régi vágyáma, hogy bosszút álljon a magyar médián azért, mert őt hát 20 évvel ezelőtt nem övezte olyan figyelemmel és nem olyan dicsőséggel írt róla, mint ahogy ezt ő szerinte megérdemelte volna. Tehát hát ő most rendkívül megkaphatja a magáitól. Médiára. Volt itt egy konkrét precedens október 23-a kapcsán Mirkóczki Ádámmal, a Jobbik szóvivőjével, talán emlékeznek rá, kedves nézők, fél órával ezelőtt érintőlegesen beszéltünk is róla. Amikor az október 23-i jobbikos rendezvény messze el nem kezdődött, de már hírt adott róla, a kormány közelinek mondott a Habony Árpádhoz köthető internetes média, a Riposztól az Origóig egy csomó helyen megjelent, hogy mi minden történik a Jobbik rendezvényen, ami még el sem kezdődött. És az ember ilyenkor azon gondolkozik, hogy hát ez nem a 21. század, ez a 20. század közepe, igen, meg egy kicsit utána, amikor már megvan az írás, de még nem történt meg az esemény. Így van, hát szerintem ez a Mediaworks felvásárlás is ehhez hasonlít. És hát érdekes, hogy van egy olyan tév hit, vagy ha találkoztam olyan véleménye, hogy jó, hogy megszűnt a kommunista népszabadság, de valójában a népszabadság nem volt kommunista napilap, hanem egy baloldali napilap volt, ellenben pártállami napilap az van, és ez a Magyar Idők. Van pártállam Magyarországon? Hát lesz, hogy ahogy kinéz, egyre inkább úgy tűnik, hogy a cél az az, hogy legyen pártállam. És egyébként a Népszabadság, azt hiszem azonos héten jött ki ezzel a Népszabadság ügyel a köztéri plakát törvény tervezete, ami szintén, hát szintén egy hatalmas mozgást eredményez a nyilvánosság piacán, ugyanis az a terv, hogy az összes köztéri plakát szerződést föl kell bontani, és új pályázatot kell kiírni, amelynek a feltételeit a kormány rendeletben külön állapítja meg, és mindennek tavaszig, nem tudom, március vagy április életbe kell lépnie. Azt hittem, hogy a kormány rendeletben benne van a nyertes is. Benne lesz bizonyára. Hát valamilyen formában lehet, hogy ilyen. Ugye ez az a fajta nyilvánosság korlátozás, ami most itt nagyjából a népszavazási kampányok kapcsán látszott, hogy még az az egyetlen hely igazából, igen, ahol párhuzamosan meg tudnak jelenni az ellenzéki hangok a kormány hangjával. A köztéren? Igen. Hát nekem az volt a benyomásom, hogy ez egy ilyen szubjektív benyomás, hogy a kormányzati plakátok azért túl súlyban voltak. Ó, hogy de a pénz is, persze. De ezek szerint még ez is túlságosan kicsi volt. Tehát az a
néhány ellenzéki plakát, az is annyira szúrta ezek szerint a kormány szemét, hogy azt kívánja, hogy azok se létezzenek. Másokon nem lehet arra, hogy úgy ossza újra a plakátpiacot, hogy megint folyamatban lévő szerződéseket bontat fel, amivel kiteszi magát a nemzetközi kritikának, kártérítési pereknek, nemzetközi bírósági eljárásoknak. Tehát megint egy nagy anyagi kockázatot vállal azért, hogy a nyilvánosság terén vívott háborújában csatát nyerjen. Kormánypárti politikusok, amikor ilyenekről beszélgettünk velük, szokták mondani, hogy hát nem nagyon értik, hogy mi a problémánk. Ott az RTL, az RTL híradó, hát milyen hangot üt meg a kormánnyal szemben. Itt van az ATV, ugye meg tudom kérdezni tőlük azt, amit meg akarok kérdezni, hát mi bajom van. És az emberben ilyenkor az úgy felmerül, hogy ha már a kérdés joga is dicsőség, hogy azt egyáltalán meg lehet fogalmazni, akkor hogyan gondolkoznak a sajtószabadságról, a véleményszabadságról? Itt van a baj a gondolkozásmód? Tehát lehet, hogy törvényileg még jobban is állunk, miközben mennyi bajunk volt az új média törvénnyel, mint ahogy gondolnak a sajtószabadságra a kormánypárban? Hát itt az igazi folyamatok és a változások azok se nem törvényi, se nem gondolati szinten, hanem gazdasági szinten zajlanak. Tehát a probléma az, hogy az állam, illetve hát a kormányzó párt szorosan összefonódik a magánvállalkozásokkal, többek között a médiában is. Hát a saját magánvállalkozásaival gyakorlatilag. Igen. Ugye erre szóltál mondani, hogy közeli. És most az utóbbi időben megfigyelhettünk egy újabb lépést ezen a szinten, mert korábban ezek baráti oligarchák voltak, akiknek a hálózata működtette a gazdaságot, és hát nagyon sok pénz természetesen ezekbe a baráti és Fidesz közeli zsebekbe folyatott, amik természetesen gazdagították ezt a klientúrát és a vezetést is nyilvánvalóan. Most azonban olyan személyek válnak tulajdonossá, akiket tulajdonképpen ároligarcháknak tekinthetünk, mert ezek nem egyenrangú barátok hálózatai, hanem olyan személyek, akik Orbán Viktor kegyei nélkül semmik volnának. A politika strómanjai? Hát, hogyha ön így akarja ezt mondani, így is mondhatjuk. És ez tehát már nem egy egyenrangú hálózat, hanem egy hierarchikus szervezet, ahol a szálakat egy ember tartja kézben. De ez ugyanazt mondja, mint azok az ellenzéki politikusok, akik ma reggel itt voltak, és azt mondták, hogy ez az egész, amit látunk, ez nem a hatalomról szól, a hatalom csak azért kell, hogy a pénzről szólhasson minden. A médiában is így van? Szerintem nem így van. Szerintem a hatalomról is szól, és hát a kettő összefonódik, tehát a pénz is a hatalom eszköze lehet. Végül is lényegtelen, hogy melyiket helyezzük előre, mert a kettő egymást nélkül nincsenek. Igen. Köszönöm szépen. Bayer Judit médiajogász volt a vendégünk.